A nevem Vajtó László, arra vállalkoztam, hogy bemutassam nektek a legérdekesebb túrákat az országban és az országhatáron kívül. Utam során részt veszek az extrém kalandokban, felfedezek történelmi helyeket és megkóstolom a helyi ételeket is. Tartsatok velem! Hát egy kis érdekesség, ugyanis február vége van, lassan-lassan tavaszodik, egészen jó az idő is, azt kell, hogy mondjam. Kezdődik az újabb Vajtó is a világ. Arra gondoltam egyébként Miskolcról, milyen jó lenne leruccani Sárospatak, Sátoraújhely térségébe, sőt, holnap Hercegkútra is elnézünk, ugyanis venni akarok egy kis svábszalonnát, és azt mondják, hogy nagyon jó svábszalonnát csinálnak. Autós túrát terveztünk, úgyhogy egy igazi autót is hoztam hozzá. Egy idén 30 éves Ford Escort X3R-i Cabrio-val érkeztem, amiben nagyon kevés van az országban egyébként, sőt, ilyen állapotban is ilyen szép, talán ez az egy. Úgyhogy ezzel fogom megtenni egyébként, milyen jó veterán autóval itt tavasszal már ugye mászkálni. Ezzel fogjuk megtenni ezt a kis autós túrát. Tartsatok velünk, igazán érdekes lesz, a Bodrog Hotelban fogunk majd főzni is, úgyhogy maradjatok velünk, hosszú két nap lesz, és hát remélem, hogy bírni fogjátok akár a tévé előtt is. Sárospatakon a várban vagyunk bent, és hát egy makett mellett, én rendszeresen szeretem a maketteket, egyébként nagyon sok makettet láttam már papírból, fából, gyufaszából, és nagyon sok mindenből felépítve. A makett azért nagyon jó, mert láthatjuk azokat az elemeket is, amiket ma már szabad szemmel nem, hiszen az eredeti állapokat tudják tükrözni, és gyakorlatilag mondhatnánk azt is, hogy az eredeti állapotot tükrözi, de itt a belső váról készült egy makett, és elméletileg volt egy külső vár is, hogyan nézett ez ki, milyen funkciót látott el, illetve meddig ért a külső vár, és honnan kezdődött a belső vár. Meglepetésként hadd mondjam, lesz még egy olyan makett, ami rajta lesz a külső vár is, tehát itt ne mondjunk el mindent. Ez a Sárospataki belső vár, ez a mindenkori Sárospataki vár birtokosának volt a lakóhelye. Palotaszárnyak és egy vörös torony alkotja és zárja tulajdonképpen egy egységes udvarrá ezt a belső várat, amelyet természetesen már körít egy védő folyosó, az olasz bástya kazamata, miként, ahogy a külső várat is körbevették egykoron és részben ma is magas városfalak, várfalak szegleteiben bástyákkal. Később nemesek is laktak itt, nemesi házak kerültek a várfalon belülre, de nem csak lakók lakták ezt a belső várat, vagy külső várat, hanem itt voltak olyan funkciójú épületek is, amelyek valahogy ide a mindenkori uradalmi központhoz kapcsolódtak, istállók, prefektus háza, lakóhelye, ágyöntő műhely, tehát részben szolgáltató funkció, akár ipari funkció, akár lakófunkció kiegészítésképpen. Büszkék vagyunk arra is, hogy Sárospatakon ágyöntő műhely működött. És ugyancsak a vörös toronyban voltak, majd szóval azt mondanánk, hogy irodák. Tehát például a sáfárház, ahonnan irányították az egész birtok együttesnek a munkálatait. Itt volt a kincstár, itt volt a levéltár. A kincstárban őrizték a mind a Perényiek, mind a Dobók, később pedig a Rákóciak kincseit. De a család szempontjából ugyanolyan fontos volt a levéltár szerepe is, hiszen a különböző birtokokra, tulajdonviszonyokra, örökösödési viszonyokra vonatkozó iratokat, azokat itt őrizték, illetve a gazdálkodási iratok őrződtek itt. A Vöröstorony
Azért különleges Sárospatakon, mert ma is, ha bemegyünk, 16-17. Századi kiosztásúak a terek, tehát olyan állapotokat találunk. Talán egy kivétel van, de ott is egy korabeli 16-17. Században használt térbe, 19. században kápolnát hoztak létre. Ez az első emeleti Szent Erzsébet kápolna, sokan zarándokolnak ide, tehát mind-mind ez a sok funkció megfér abba a 16. századi lakótoronyba, amire úgy mindenki föltekint elsőre. Sárospataki nagykönyvtárban vagyunk, én többször jártam már Sárospatakon, de itt még soha. Rengeteg könyv van, gyönyörű, szép az épület, és ha az ember bejön egy ilyen történelmi könyvtárba, mi az első, amit keres? A titkos ajtó. Azt mondták nekem, hogy nincs titkos ajtó, na de hát azért titkos, mert hogy nem mondják el senkinek. Ha elmondanák, akkor nem lenne titkos, viszont én már is találtam egy ilyen lehetőséget, ahol be lehet menni a könyvek között, egy kicsi lépcsőn, föl az emeletre, bár ez annyira nem titkos, de azért megnézzük, hova visz. Gyertek velem! Most, hogy felértem ide az emeletre, a kis lépcsőn keresztül, azért találtam is itt valakit, aki tud nekünk beszélni egyébként magáról a könyvtárról. Kedves Gábor, mit kell tudnunk a könyvtárról? Milyen régi, illetve mit találhatók itt? Majd rátérünk erre a titkos ajtó dologra is, de arra még most gondold át, hogy melyiket fogod nekünk megmutatni. Most hát a Sárospataki Református Kollégiumnak már az egészen az alapításától kezdve volt könyvtára. 1531-ben alapították a hagyomány szerint az iskolát, tehát már hamarosan 500 éves lesz a kollégium. Az első időkben még pár száz, körülbelül 1000 kötetnyi lehetett a könyvtár, és ez a könyvtárterem volt az, ahova sok kis gyűjteményt végül egybe csoportosították. Ez a könyvtári díszterem 1834-ben készült el. Addigra a könyvtárnak mintegy 55-60 ezer kötete lehetett, és akkor kapta meg ezt a szép helyet, ahol most is állunk. Pollak Mihály tervezte ezt a könyvtári termet. Hát a legrégebbi könyvünk egy 1404-ben íródott kódex, egy latin nyelvű kódex, amelyet Bécsben másoltak. Hát amiket még érdekességképpen kiemelnék, több mint egy tucat olyan kötete van a Sárospatakinak, könyvtárnak, ami unikum, tehát a világon sehol máshol nincs belőle még egy példány. Tudunk olyan esetekről, hogy aukciós oldalakon 30-40 millió forintért keltek el olyan bibliák, amelyből itt nálunk két példányt is őrzünk. Természetesen ezért vannak bizonyos megkötések, tehát a régi könyveket, a 1800-as évek elejéig nyomtatott köteteket, azokat külön engedéllyel lehet kutatni, illetve azért valamilyen tudományos tevékenységet igazolni szükséges, hogy legyen papír alul, hogy miért is szeretné azt a kezébe venni. Tehát csak úgy, hogy kivisszük a raktárból és hogy végiglapozgathassa a látogató, azt úgy nem lehet megoldani. Viszont a 1900-as évektől nyomtatott köteteket bárki kutathatja, aki beiratkozik ide hozzánk a nagykönyvtárban, és a kollégium a diákjainak, tehát a gimnázium diákjainak, a Teológiai Akadémia hallgatóinak a 1951 után nyomtatott köteteket egy két hetes szűk időtartamra még kölcsönözni, és tudjuk, hogy a tanulmányék a szükséges anyagot azt meg tudják kapni. Hát közben Sárospatakon polgármesterurat is sikerült a mikrofon végre csípnünk, Arós János ül mellettem, és kíváncsi vagyok azért Sárospataknak sok-sok történelmi dolgára. Sárospatak mióta Sárospatak, mióta város, és meddig volt város?
Sárospatak és környéke már az ókorban is lakott település volt, aztán 904-ben Ketel vitéznek a fia kapta meg ezt a területet, Ketel patakának is nevezték ekkor. 1201-ben kapott először városi címeket, városi kiváltságot a Sárospatak Imre hercegtől, ekkor indult meg tulajdonképpen a fejlődése is ennek a településnek. Aztán a történelem során számos olyan esemény volt itt Sárospatakon, amely nem csak országszerte, hanem egész világszerte ismerté tette ezt a települést. Sárospatak elsősorban a turizmusáról jellemző, a turizmusáról ismerik. Több szép címe is van, mint például az Iskolaváros, vagy a Bodrogparti Atén, vagy a Virágosváros, vagy Szent Erzsébet szülővárosa. Azt tudni kell, hogy Sárospatak, mint Tokaj-hegy aljának, Zemplénnek a turisztikai és idegenforgalmi központja, hiszen Zemplén fővárosának is gyakran szokták Sárospatakot nevezni. Elsősorban a turizmusában keresheti a további lehetőségeket. Tehát a turizmus az a kitörési lehetőségünk, amelyben nagyon nagy potenciát látunk. Ugye a Rákóczi vár az évi 150-160 ezeres látogatottságával, vagy a Végardó Termán fürdő, ahol elsősorban szlovák és lengyel vendégek járnak, de egyre nagyobb számban látogatják a hazai turisták is. Évi 250 ezeres forgalmat tud, és ha ezt hozzáveszünk azt, hogy gyakorlatilag jelenleg egy szabadtéri fürdő, tehát májustól szeptember közepéig annyit, akkor láthatjuk, hogy ez egy óriási szám. Zárójelben hozzáteszem, hogy most egy pályázatból lehetőségünk lesz a téli felett fürdő kialakítására is, hiszen ez egy kitűnő minőségű, egyenlőre termálvíz, de a gyógyvízi minősítését megkezdtük, tehát a egészségbiztosítással is kívánunk majd kapcsolatot kialakítani. Tehát egyszer 150 ezer, egyszer 250 ezer. Ebben a nagy könyvtárban a világ minden részéről mintegy 50-60 ezeren látogatnak el éves szinten, és ha az összes többi városunkban lévő kisebb nevezetességet, múzeumot, képtárat, domjánygyűjteményt is belevesszük, akkor ez a szám ez meghaladja az 500 ezerest. Én azt hiszem, hogy egy 12 ezer lakosú kisvárosnak ez egy óriási eredménye. Ha azt is hozzáveszünk, hogy a vendégészakáknak a száma nálunk meghaladta a 70 ezeret, az összes többi környékünkön lévő település együttesen nem tudja ezt a számot produkálni, akkor láthatjuk, hogy nagyon sokan látogatnak el Sárospatakra. Belefutottunk valami érdekességbe, azért jöttünk be az iskolába, az Árpád vezér gimnázium, hogy megnézzük Makovec egyik gyönyörű épületét, és gondoltam, jöjjünk már be a tornaterembe, mert valamikor én kosárlabdázni voltam itt, és milyen jó lesz megnézni, és belefutottunk egy olyan játékba, amiről még életemben nem hallottam, Bombioz, ez a neve? Igen. Pontosan mit tartalmaz ez a Bombioz, mit kell csinálni? Te készítetted a játékot. Igen. És figyelj, egyik reggel fölkeltél, és azt gondoltad, hogy de jó, csinálok egy Bombiozt, vagy ez hogy néz ki? Nem, 15 éven keresztül szerveztünk gyerek- és ifjúsági táborokat, és sokat játszották a gyerekek a Méta és a Számháború nevű játékot. Aha. És nagyon szerették, de sok volt a vita. Mindig a szabályokon vitatkoztunk meg, aki kiesett, az nem nagyon akart kiesni, stb. És már akkor arra gondoltam, hogy milyen jó lenne a technika segíteni ebben. És akkor 7 évvel ezelőtt ezt elkezdtük megvalósítani. Tehát ötvöztük a számítógépes játékot a valóságos társasjátékkal, a szabadtéri csapatjátékkal. Mi lett belőle? Tehát figyelj, ez számítógép alapján működik, és azt mondták olyasmi, mint a baseball. Így van. Két csapat van. Így van. És akkor az a lényeg, hogy ki kell dobni egy ilyen rudat, és körbe kell futni addig, amíg a másik csapat fel nem rakja. Pontosan. És hogyan lehet pontot szerezni? Hogyha valaki körbe fut kiesés nélkül és ide visszaér, akkor az egy pont. Hogyha kihagy ilyen bástyákat, tehát hogyha úgy tud körbefutni, hogy kihagy ilyen megállóhelyeket, akkor annyival több pontot szerez. No,
hát egy egészen különleges részéhez jutottuk a túrának, menjünk a tengerszemhez, és azt mondták nekem, hogy John Deere-rel fogunk menni. Én kerestem ezt a John Deere-t, de nem találtam, lehet az öreg Deere-nek az apukája. Na, szóval viccet félretéve, ez egy terepjáró, méghozzá nyitott, és itt menet közben egyébként látni a srácok, hogy nem tinincseteknőcöknek öltöztek, hanem hogy azért a nyitott terepjárón egészen érdekes egyébként, mert maszkot kell felrakni ahhoz, hogy az ember ne szívja be a hideg levegőt. Viszont ami még érdekesség, hogy pontosan hogyan is fog kinézni ez a túra, illetve mit fogunk látni, hova fogunk menni. Elindulunk innen a belvárosból, egyelőre aszfalton, amit nem szeretünk, de a város szélén már terepre indulunk, és ott egy hangulatos kis út kapcsán a 37-es úton átjutva a közel 324 méteres Megyerhegy tetejére megyünk. Jó, mivel fogunk menni, mit kell róla tudni? Ez egy 855 köbcentiméteres John Deere terepjáró, terepautó, ami egészen kellemes adottságokkal rendelkezik ahhoz, hogy akár a horda is elmenjen, az üzemanyag tartálya kicsi csak ehhez. Hajrá, akkor kedves nézők, üljünk az autóba, induljunk el, meg fogjuk mutatni nektek ezt a kis túrát, fel fogunk menni a tengerszemig, a tengerszemről külön is fogunk majd beszélni, hogy gyertek, tartsatok velünk, üljetek be velem ebbe a John Deere-be, és próbáljuk ki, hogy mit is tud egy ilyen autó. I got 25 lovers on my dresser, You know I got to get paid. Észak felé indultunk, és velünk szemben látszik a Megyerhegy a 324 méteres magasságával, körülötte jobbra, északra a Sátoros hegylánc és a Zempléni hegység egyéb hegyei. Itt szoktunk megállni, és itt mutatjuk meg a turistának, hogy oda megyünk. Kíváncsi vagyok rá, de lássuk, mit tud ez a John Deere. Nagyon szép ez a hely, és rengetegen járnak ide túrázni ezek szerint, viszont én úgy tudom, hogy ez mesterségesen kialakított. Igen, méghozzá, ami most látszik, az egy 500, közel 500 éves malomkő bányászati tevékenységnek az eredménye. Minden, ami hiányzik a hegy gyomrából, azt kézi erővel a malomkő bányászok termelték ki, és igazából Európa szerte híres gabona és ásvány őrlési malomkő tömegeket értékesítettek az évszázadok során, amelyek innen származtak a bányából. Kérdezik, hogy szabad-e úszni? Nem szabad úszni. A törvények szerint nem szabad, de ennek ellenére, ha valaki bemegy, még sosem volt örekedés. A nyári 35 fokos melegben mértük a vízhőmérsékletet, 18 fokos volt. Akinek ez tetszik, megteszi saját felelősségére időnként. Gyalogosan két irányból lehet megközelíteni, Sárospatak felől a város felől, jelzett túraútvonalakon, illetve észak felől Károly falva mögött van egy kis turisztikai látványosság néhány tóval és egy vendéglátóhelye, gyalogösvénye ott is vele, de ott csak gyalogosan. A másik megoldás, hogyha valaki lusta, akkor mi szívesen akár a belvárosból is ezekkel az autókkal lehetőség szerint a tavasz, kora tavasztól késő őszig igény szerint hozzuk fel a turistákat. Ez 3 évvel ezelőtt jött létre, a feleségem és jómagam szellemi termékeként elhatároztuk, hogy itt Sárospatak főutcáján egy közel 100 éves polgári házban létrehozunk egy olyan üzleti vállalkozást, ahol mind a helyi, mind pedig a turista szép körülmények közt, ízléses körülmények közt tud tokai borokat kóstolni.
1983 óta üzemel ez a szálloda, sok korszakot megértünk már, és most pedig igyekszünk a legújabb és legtrendibb elvárásoknak megfelelni. Jelenleg próbálunk felzárkózni, mind belső építészeti dizájnban, mind pedig a gasztronómia kínálatában, hogy valódi élményeket tudjunk a kedves vendégeknek okozni. Én nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a szállodaiparban nőttem fel, tehát az első utam a babakocsival, édesanyámmal együtt ide a szállodába vezetett, úgyhogy mondhatom azt, hogy egészen korán, tehát 6 éves koromban engem már rabul lejtett a szálloda atmoszférája, tehát ezt követően én a középiskolai tanulmányokat, a főiskolát, az egyetemet, mindent a szállodaipar tekintetében folytattam, úgyhogy mondhatom azt, hogy tényleg szívvel lélekkel szeretem ezt a szakmát, és szeretném a jövőben is minél magasabb szinten űzni, ezáltal örömet okozva a vendégeknek és az ide látogatóknak. Nagyon fontos itt kiemelnem azt, hogy a szállodákban azért vezettük be a wellness szolgáltatásokat, hogy az esti pihenést kellemessé tudjuk tenni a vendégeknek, de emellett természetesen rengeteg attrakciót kínál a térség, úgyhogy én azt mondom, hogy aki ide ellátogat, tud egy szeletet kapni a történelemből, kellemesen fel tud töltődni testileg és lelkileg, és hát természetesen tudja élvezni azt, amit egy 4 csillagos szálloda 2018-ban kínálhatott. Megmondom az őszintét, végre elérkeztünk. Én a kezén kedvenc pontomhoz a főzés. Ez fő, sőt, megmondom, hogy őszintének a többek a kedvenc részalkalmat, megfőzten is kóstolunk és lehetünk belőle. Egy olyan úriember áll mellettem egyébként, aki ötvözi a házi sárkány Rambóval, és hát tegyük hozzá ezzel a ruhával, Sárkány György áll mellettem. És az érdekes, hogy Rambó a házi sárkány, Rambó elindul, elkapni egy szüzet, és azt fogja megcsinálni. Jól mondom? Pillanatban megindom. Na lássuk akkor, hogy készül egy igazi szűz, vagy a hotel botrogosan. 200-an, 180-an? Olyan olaj. Jó? 180-an. 180-ra leveszem neked. Hát is hozom ide egyébként, hogy kezed rájön minden. Köszönöm. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy és akkor nyilván a szűzpöcsönyét szolidáltuk. És akkor ezt most kibontjuk az evizsacsból. Így van. Jó. No, közül pedig az olajba betettük a húsunkat. És akkor már szinte csak átmelegíted az olajba. Tehát tulajdonképpen egy kérget képeztünk rá, és csak utána szeleteljük, és már tálalhatunk. Ennyi? Ennyi tulajdonképpen. Ne vicceljél. Ez a szobítban elkészült. Milyen húst használsz? Ez egy szűzpecsenye. Mangalita szűzpecsenye. Kérget csinálsz? Egy kérget csinálsz. Tulajdonképpen magában tartja a hús a benne lévő szakot, nem lévő kis, és ízben pedig különbözik tőle a hús. Jó, jó van. 2-3 perces tétel kérem. 2-3 perces. Tulajdonképpen ez a hús el is készült. Ennyi az egész? Ennyi az egész. Látjuk, hogy egy kérget képeztünk rá, ebben pedig még a zöldséget egy kicsit átfajtatunk. Jó, majd tegyük be a zöldséget, forgassuk el. Készül a zöldség, jöhet az ömlet, és már is ehetünk. Azért nagyon jó egyébként ez a tudgázó urat. Gondolj bele, mert gondolj, nem kell sokáig várni az ételre. Hamar készen van, meg lehet. És akkor kész is vagyunk bele. Ebben van nekünk buborkán, hadlizsgáló, paprika, illetve egy kis koktéltal, amit csomagot én látok. Tényleg szedjem el a pályát, és hát ez a szükséges. És akkor papírtal is van. Aha. Jó. Jó van. Nekem egyébként tetszik, ez írva és illatva is jelent. Ezt tulajdonképpen nem is készültünk vele. Jó, és akkor tálalunk. És akkor meg is tálalatjuk az ételt. Ez a rekordfőzés egyébként, a 3 percen belül készen vagyunk az egészszer. Mi van a mártásban? Már ez a bors mártás, tehát a sültnek a szakjában készült, amikor belekeszik a zöld borsot, egy picit helyszínnel, és ezt... Várj, a sült, a magára a húst, az a szakja, és akkor azt leöntöd, igen, így van. És akkor abban teszel bele. Beleszkodom a zöld borsot. Zöld bors. És akkor egy tejszínnel húsítjuk. Tejszínnel felhúsítjuk. Ennyi, ez a három elemben hozzák. Magának a húsnak az apja, a zöldbors és egy kis tejszín. Ezt összekevered, és akkor ezt főzöd össze. Meg így van. Ez nem sokáig, ez csak egy pillanatot alatt készen. Egy-két perc. Szerintem fel is melegedett, mert az a mártás. Az azt nézze, hogy elég sok zöldség is van benne, tehát az oké, hogy hús, de azért megfordult meg a zöld, a paradicsom, aztán van benne paprika, és hát természetesen egy külön a kéz zöldségek, de elég sok zöldség van hozzá téve. Egy picit azt is mondhatnánk, hogy egy egészséges 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 táplálás, a színes étel, és akkor ezt szépen fölmagdalom, és akkor már is rákerül a tálalásunkra. És ezt így szépen felveszi az a biztos.
néha, és tegyük hozzá, nincs benne gomba. Tökéletes, nagyon finom, a zöldség hozzá egyébként egy könnyed kis, mondhatnánk desszertnek is mellette, az öntettel együtt pedig elképesztő ízvilágot ad. Ú, de jól esik egyébként ilyenkor, amikor az ember ki terepjárózta magát, tehát tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom. Úgyhogy én azt mondom, jó étvágyat, vacsorához készülődik, remélem már lassan mindenki otthon, mert én pedig bepusztítom ezt a szűzpecsenyét most, úgyhogy szerintem lépünk is tovább, holnap találkozunk, irány a Kalantúra Park. Ha már gasztronómiánál járunk egyébként, ma akartam nézni mindig is, hogy hogyan készül a Schwab Szalonna, hiszen a Schwab Szalonna egy egészen legendás étel azért a magyar konyha világban, vagy a magyar főző világban, és a Schwab Szalonna azért nem egy egyszerű szalonna, tehát itt azért komoly eljárása van annak, hogy hogyan kell elkészíteni a Schwab Szalonnát. Láttunk itt felakasztva olyat, ami már készen van, illetve olyat, ami már itt pácolódik bent, pontosan miben ázik, hogyan néz ki, hogy néz ki egy Schwab Szalonna, hogyan készül? A lébe csak fokhagyma, egy tetőzött tányér fokhagyma. Azt teszem bele langyos vízbe, hogy az a langyosban jobban kiszíja, mint a hideg, és akkor amikor itt elkezdik a fiúk besózni, akkor előbb bepocsolják az alját ebben a lével, és akkor, hát most nem tudom, hogy hány kiló sót használnak, mert zsákból szedjük, de valamikor, amikor mi kezdtük, amikor ez a kanál is előjött. A kanálról beszéljünk majd, hogy ez 60 éves elméletileg, és akkor ez 60 éve a Schwab Szalonnát segít lecsolgatni? Ez csak ahhoz van, azért lett véve, hogy ez nem rozsdál, a sós lé nem bántja, és akkor ezzel pocsoljuk még most is. Most csak a sonkákat pácoljuk a szalonával, meg a lábak, meg olyan aprólék, amit kocsonyának szoktunk megfőzni. Az van benne ebbe a sózóba. Egy oldalt beleraktak ebbe a bepocsolt sózóba, azt jól meg, sót is szólnak alá, jól megsózzák, utána jön a második rá, azt ugyanúgy csinálják, és mindig a lével pocsolják is. Ebből egy ilyen 10 literes zsíros bödönbe szoktam a levet elkészíteni, és akkor amikor be van sózva a szalonna, akkor jön bele a sonka, meg a többi, amit belerakunk még, azt ugyanúgy körül pancsolják ebben, és besózzák körös körül. Egy hét után megforgatjuk a szalonát, ami most először alul volt, azt tesszük felülre, és ami felül volt, az megy alulra, tehát hogy mindig jól benne álljon a lébe. A sonkát azt meg mi, és minden nap megpocsolom. Hercegkúton kezdtük a másnap reggelt, hiszen a két nagyobb település mellett érdemes megemlítenünk ezt a szép kis Schwab falut, melynek történelmi pincesora nemzetközileg is híres. Rák József polgármester úr fogad bennünket, aki látszik, hogy minden egyes szegletét ismeri a településnek, és azt be is szeretné mutatni, hiszen egymás után mutogatja nekünk a legszebb részeket. Megismerkedhetünk a gasztronómiával, hiszen megtudtuk, hogyan készül a Schwab Szalonna, és a híres Schwab étel a tunki is, amit a helyi rendezvényeken ingyenesen megkóstolhatnak az ide látogatók. A kávária a lenyűgöző, és amikor az ember felér a tetejére, az íre a pontot a kilátást teszi fel, aminek kapcsán megnézhetjük Hercegkút és Sárospatak településeket is felülről. Hercegkút csodálatos, ha jellemezni kellene, azt mondanám, a történelem és a finom borok hazája,
de szépíti a sváb hagyományőrzés, a modern eszközök tökéletes használata, a jó levegő, a kilátás és a helyi vendégszeretet is. El tudnám magam képzelni egy jó kis borozgatós nyári éjszakán Herceg-kúton. A Herceg-kúton nem csak kálvária, hanem pincesor is van, ráadásul kettő is, és bejöttünk az egyik pincébe, a Nár pincészetbe, és kíváncsiak vagyunk, hogy itt vajon milyen borokat találni, nyilván hegyaljai borokat, sőt, azért sokféle hegyaljai bort, bár azért egy különlegességet azért találtam, hogy azért az átlag palackoktól a tiétek egy picit nagyobb, legalábbis az egyik. Ez hogyan néz ki? Hát úgy, mint ahogy mondtad, próbáljuk azokat a borokat mi is elkészíteni, amit a hegyaljára jellemző. Ugye van 6 szőlőfajtánk, van a fúr, mint a hásolja, a sárga muskotályos, a kövér, a kabar és az éta. Most az, hogy milyen méretű az üveg, ugye ez általában mindig a megrendelőtől függ. Már az az üveg, amelyekre éppen rákérdeztél. Ez egy magnum palasz, tehát másfél literes palaszba töltünk egy 16-os évjáratú száraz fúrmintot és egy 16-os évjáratú fél ide sárga muskotáj, értelemszerűen árérték arányban a fogyasztó egy picivel olcsóban kapja meg így, mert gyakorlatilag kétszer így kap, mintha egy 0,75-ös üveget venne meg. Tehát gyakorlatilag csak ez a, tehát ugyanaz a borban benne, mint a 0,75-ös üveg. Az az érdekes egyébként, hogy Tokaj hegyalján, ha minden jól számolom, talán kettő darab olyan település van, ami sváb település. Bár nem számolhatunk hármat is, hiszen Rátka talán még beleszámíthat ebbe a dologba, sőt, Károlyfalva, Herceg-kút, illetve Rátka. És az érdekes benne, hogy mondjuk a sváb hagyományok gasztronómiailag benne vannak egyébként a hegyaljai borok elkészítésébe, vagy itt ez abszolút nem is játszik közre? Szerintem maga az ételek elkészítése, én nem feltételezem, hogy benne lenne a boroknak a megvalósításába. Ugye azt tudjuk, hogy az elődénk azért 1750-ben érkeztek ide, és tehát akkor már volt nekik, ha még a borászattal kapcsolatban nem is volt előéletük, de gyakorlatilag magával a gasztronómiával biztos, hogy volt. Ugye a borászatot, a szőlőtermesztést azt itt tanulták meg Tokaj-hegy alján, és akkor ezt mi próbáljuk fejleszteni, és gyakorlatilag eladható, fogyasztható finom borokat készíteni. Mennyire régi borok találhatóak itt a pincében, amik herceg-kúti borok? Hát ugye azt tudni kell, hogy a borvidékünkön 1996 előtt nem voltak csak oxidatív borok, ami azt jelenti, hogy minden egyes bortétel hordóba került. 96-tól jelent meg a reduktív technológia, tehát a saváló tartály. Tehát itt a pincébe a nekem a legidősebb borom 1988-as évjáratú, tehát ez pont most 30 éves. Bocsánat, tehát 88-as évjáratú 5 puttonos leszünk. Megérkeztünk a Kalantúra Parkba, Sátoraljó újhelyre, rengeteg élménnyel vagyunk gazdagabbak egyébként Sárospatak és Herceg-kút mi voltában. Hátul egy jó kis mászófalat találtunk, hál' Istennek nem is nekem kell mászni, de kipróbáljuk legalábbis a mászófalat, de rávettem a kollégákat, hogy ők mászanak, én pedig nézem, és hát közben pedig érdeklődöm, hogy mit lehet egyébként csinálni a Kalantúra Parkba, mióta van Kalantúra Park, és pontosan mit is tud eltölteni itt az ember, és amennyire hallom, azért rengetegen külföldről is érkeznek hozzátok, hiszen ez itt olyan élmények részesenek, ami nem mindennapos. Igen, szerencsére külföldről is, nem csak az országból, de tényleg külföldről is érkeznek hozzánk vendégek. A Zemplén Kaland Park első élménye nem már 2001 óta üzemel, ez az ország egyik leghosszabb libegője, ez télen-nyáron szintén üzemel. Aztán három állomásunk van, vagyis igazából négy, mert a Szárhegyet is egy állomásnak mondanám. Az alsó állomáson található a libegőnek az indulója, az ország egyik leghosszabb téli-nyári boppájája, ami szintén nagyon nagy népszerűségnek örvend. Aztán egy fedett jégkorcsolyapálya van, ökoturisztikai látogatóközpontunk, és itt, ahol most ülünk, ez a falmászóközpont, ahol egy turistaszálló is található. Ha feljebb megyünk, akkor a középállomáson találhatóak a sípályák, a hófánkpályák, központi épület, tavaszi szezontól egészen az őszi szezonig üzemelnek a kalantúrapályák. Ott négy kalantúrapályánk van, itt három
ajánlott a felnőtteknek, egy pedig a gyerekeknek, és fent a helytetőn található a kilátó, valamint az átcsúszó és kabinos kötélpályának az indulója. Igazából az átcsúszó kötélpálya az az, ahol két pálya megy egymás mellett, közel 1036 méter hosszan és 152 méter magasban. Tehát több mint egy kilométer csúszol? Igen, több mint egy kilométer csúszunk, igen. Úgyhogy az inkább a bevállalósabbaknak, a kabinos kötélpálya, az pedig két 6-6 fős kabinunk van, és ott egy ilyen üvegpanorámás kabinban tudnak közlekedni a vendégek. Jó, lássuk, először is mászás következik. Én nem vagyok az a túl nagy falmászó, megmondom őszintén, szeretem a Pókembert olvasni, de azért, hogyha meg kéne csinálni, amit csinál, az nem igazán menne. Viszont erre felhoztunk olyan embert, aki parkúros, úgyhogy egy parkúros fog mászni, de jó, legalább ilyenünk is van. És ami nagyon fontos egyébként, hogy én fogom majd kipróbálni a bobot is, meg egyebeket is, azt mondja, be fogom nektek mutatni, hogy milyen, viszont azért én a mászásban nem vagyok jó, meglátjuk, hogy a profi hogy csinálja. Na, mászás következik, nem tudom, láttátok egy Jim Carrey-nek a filmjét, amikor a Kábel barátba játszottak, és egy közben itt áll mellettem a Kábel barátba is, Nyevrekle Dani barátom, aki alapjába véve parkúros, és láthattuk őt már ugrálni azért rengeteg filmben. Tudsz mászni? Biztos? Ja. És feljutsz a végére? Megpróbálok. Na, erre kíváncsi vagyok. Annyit örülök, hogy ezt most nem nekem kell kipróbálni, mint a legutóbb egyébként, amikor a Majercsik Balást próbáltam rávenni arra, hogy énekeljen az Akteleki barlangba, de most legalább a Dani annyira jó lesz itt nekünk. Hát lássuk, hogy néz ki egy ilyen mászás itt Sátoraljóújhelyen a Kalantúra Parkban. És a térség leghosszabb bobpályája. Mondanám azt, hogy a kontinens, meg egy, de nem. Tehát az ország és a térség leghosszabb bobpályája. Beülünk, bobozunk, kíváncsi vagyok rá. Lehet egy kicsit azért fékezni is rajta. Egyébként két személyesek a bobok, tehát ketten minimum be lehet ülni. Tehát egy és két ember ülhet be. Fölmenjünk szépen lassan, addig az ember átértékeli az életét, aztán utána pedig szépen le lehet csúszni vele. Jó hosszú, meglátjuk milyen lesz. Milyen hosszú egyébként? 2275 méter, ez egy jó forgatás lesz. No, hát akkor menjünk neki. Picit hűvös van, de azért felöltöztünk rendesen, úgyhogy jöjjön az a 2275 méter. The fires, they keep burning on. Well, I'll hold myself together. Gloves off, we're finished. You better hand our feet. I nurse your battle scars, but you leave my heart to bleed. So please don't take me for no fool. I spent a lifetime in your shoes. Now I'm walking, now I'm walking through the fire. I'll keep burning on. Well, I'll hold myself together. When it all goes wrong, I'll take my time, I'll keep on holding on. When it all goes wrong, when it all goes wrong.
Sátoraljóújhely központjában a Sátoraljóújhelyi Fegyház és Börtön mellett működik a Magyar Büntetés Végrehajtás Múzeumi Kiállítóhelye. A tárlat bemutatja a büntetés végrehajtás átfogó történetét, szakmai fejlődését, a magyar büntetési rendészet, a büntetésüket töltők helyzetét. A látogatók megismerhetik a megtorló, testcsonkító és halálbüntetéseket, a szabadságvesztés büntetés kialakulását és átalakulását. A tárlat bemutatja a jelenlegi rendszert, a fogvatartottak életét, oktatását, munkáltatását és művészetét is. A digitális anyagokat egy adatbank tartalmazza, amelyek kutatók használhatnak. Itt a büntetés végrehajtáshoz kapcsolódó tárgyi emlékek fotóit, leírását, valamint a 18. századtól rendelkezésünkre álló emlékek elektronikus másolatát őrzik. A múzeumban a fogvatartottak által készített kerámia és festészeti alkotások is megtekinthetőek, és természetesen meg is vásárolhatóak, amit képzés vagy szakkör keretében készítenek. Szép halomra is kilátogattunk, nagy örömömre, hiszen a Magyar Nyelv Múzeumában jártunk, ahol számos érdekes programra leltem. A híradás technikai kiállítás is megfogott, de a kvízjátékokba is sikerült beleélnem magam. Kazinczy Ferenc egykori gyümölcsös kertjének helyén 2008. április 23-án nyílt meg a Magyar Nyelv Múzeuma. Az Európában egyedülálló intézmény modern és mégis tájba illő impozáns épületét Radványi György Ybl díjas építész tervezte. A múzeum létesítésének gondolata dr. Pásztor Emil nevéhez fűződik, aki az EGRI Tanárképző Főiskola tudós nyelvésze, a Kazinczy Ferenc Társaság tagja volt. A Magyar Nyelv Múzeumában három kiállítótér, könyvesház, szemináriumi terem kapott helyet, valamint egy előadóterem 100 kényelmes zsőjével, korszerű hang- és fénytechnikával, amely alkalmassá teszi hangversenynek, kulturális találkozóknak, irodalmi estek megrendezésére is. De ezek mellett számos kiállítás, játék és séta lehetőség is akad, hiszen a múzeum parkjában is sétálgathatunk az év bármely szakában. Zemplén vármegye Sátoraljóújhelyen a régi megyeházán található levéltáráról már írt Kazinczy Ferenc 1821-ben, amit most mi is meglátogathatunk, és ezáltal ti is kaphatok belőle egy kis ízelítőt. Az Árpád-kori eredetű a Sajó-Hernád torkolat vidékétől a lengyel, később galíciai határig húzódó Zemplén vármegye levéltárának legkorábbi 16. század közepe előtti iratainak sorsa nem ismert. Szirmai Antal Zemplén vármegye
vármegye jegyzője történeti műve alapján Kazinci örökítette meg azt a hagyományt, amely szerint a levéltár legrégebbi őrzőhelye Csicsva vára volt, ahol 1527-ben a kettős királyválasztás utáni polgárháború alatt pusztult el a teljes iratanyag. A vármegyei levéltár nagyságáról, őrzésének helyéről és rendezettsége mértékéről az 1660-as évek elejétől vannak adataink. A Rákóczi szabadságharc idején 1705-ben például Csicsva várában őrizték a vármegye archívumát. 1711 után az uralkodó az országgyűlések és a magyar királyi helytartó tanács részéről is kezdeményezték, hogy a vármegyei levéltárak anyagát gondosabban őrizzék és használhatóbbá tegyék. Elrendelték az iratok lajstromozását és szorgalmazták megyeházák felépítését, ahol az irategyüttesek állandó és biztonságos őrzőhelyét tárolhatták. A levéltár igazán különleges hely, és egy személyes érdekességbe is sikerült belefutnom, hiszen a helyiség vezetője jelezte számomra, hogy a Vajtó névről és családról több alkalommal is olvasott a történelmi iratok között. Ugyan kevés időnk volt maradni és belenézni ezekbe az iratokba, de eldöntöttem, pár napra visszatérek és kikutatom majd a családom történelmét. Eredményes két nap volt, rengeteg helyen jártunk, Sátraújhely főutcáján vagyunk egyébként. Engem lenyűgözött a múzeum, mind a Börtönmúzeum, mind pedig a Magyar Nyelv Múzeuma. Jó kis két nap volt, jó túra volt. Én ajánlom mindenkinek, hogy gyertek el errefelé és járjátok végig ezt a túrát. Sárospatak, Hercegút, Sátraújhely tartalmas. Én egy hetet is el tudnék itt tölteni. Az ember itt alszik, egy nap elmegy a várba, eljön Újhelybe, a kalandtúraparkba, végigjárja a múzeumokat, elmegy fürdeni egyet, vagy esetleg borozik egyet Herceg úton. Tényleg azt mondom, hogy egy hét is kevés hozzá. Nekem két napom volt rá, kicsit elfáradtam, megy le a nap is, indulunk lassan haza, a kocsi jól bírta, tegyük hozzá a dologhoz, és hát én azt mondom, két hét múlva találkozunk, egy újabb kalanddal, tartsatok akkor is velem, sziasztok!